Köszöntelek a csatornámon. Most arról fogok beszélni, hogy ugye az első ilyen dolog, hogy az előző videó tartalmához kapcsolódóan pár dolgot szeretnék megválaszolni, illetve valamilyen szinten fontos, hogy a véleményemet kifejtsem nektek. Az első ilyen dolog, hogy egy autós újságíró, ugye azt az előző videóban említettem, hogy ő azt állítja, hogy az Audi 4.2-es V8 motor, azt mindennek mondaná, csak nem sportosnak. Na most, akkor először is azért tisztázzuk le. Tehát ez az Audi, tehát az Audi V8, valaki úgy ismeri például az USA-ból, hogy Audi 5000, de valaki például Magyarországon úgy hívja ezt a típust, hogy Audi 200, vagy annak a kasznia végül is, és akkor ugye ha az Audi 200-at nézzük, akkor nyilván valaki ezt a karosszériát így ismeri, az Audi V8-a, de valaki Audi V8-nak ismeri, ahogy az európai vagy a németországi megjelenése. És ugye ebben a típusban először 3-6 V8 volt, aztán rájöttek, hogy ez nem egy jól sikerült az Audinál, és a jól sikerült Audi, az a 4.2 V8, tehát ez egy 32 szelepes 4.2 V8, az 290 lóerőt tudott, ha jól emlékszek az Audi V8-asba. Apám, amit használ Audit, az 299 lóerős, tehát egy lóerő hiány 300 lóerő, ugyanúgy 4.2. Viszont ez a 32 szelepes motor, ez az egyik jó. Tehát az Audinak a V8-asa, ez egy nagyon jól sikerült motor. Ha nem lenne jól sikerült motor, akkor nem lenne Audi régi S6-ba, nem lenne régi Audi RS6-ba, most mindegy, hogy kombi vagy szedán, abból ugye biturbo, akkor nem volna ez a motor Audi S4-be, Audi RS4-be, akkor nem volna ez a motor Audi A5-be, A5 4.2 FSI Quattro, S5 4.2 FSI Quattro, RS5 4.2 FSI Quattro, akkor A6 az újabb fajta a 4.2 FSI Quattro, akkor az A8-ba ugye a 4.2 injektoros, tehát itt a D3-asra gondolok, vagy a 4.2 FSI a későbbi változatra, akkor nem volna Q7-es Audi-ban 4.2 FSI Quattro, és nem volna az Audi E8 4.2, csak nyilván ott azt tudomásul kell venni, hogy az nem egy nyomatékos motor, hanem az egy pörgős, tehát az egy pörgős motor, ott máshogy alakították ki ezt a V8-as, de ott is, tehát Audi E8-asban is azért volt sokáig, mert tudták, hogy egy jó sikerült motor, tehát azt akarom ebben mondani, hogy veletek a média azt hitete, amit akar. Aztán menjünk a következő témához. Tehát akkor visszatérve még az előzőhöz, tehát ez a 4.2-es V8-as motor az Audinak, ez egy muzeális darabja. Tehát ez egy nagyon jó sikerült motorja az Audinak, azért építette be több modelljében, mert ez egy nagyon tartós motor. Egyébként azt kell mondjam nektek, hogy ebben a kocsiban most már lassan 400.000 kilométer van, azért apám, amikor megvette, akkor 220.000 kilométer volt benne 2005-ben, most 350-60.000-nél jár, hülyeséget nem akarok mondani, tehát egy évben azért ebben van kilométer téve. Nyilván szervizelni is kell, de nem minden évben, meg arról nem is beszélve, hogy azért ezek az ajánlott kilométerek, majd erről is fogok beszélni, hogy nyilván más az A modelleknél, az S modelleknél, illetve az RS modelleknél, mert ott azért az autótulajdonosok tudják, hogy egy RS Audi az teljesen más, mint az S meg az A, tehát ott teljesen más dolgok vannak. A féktől kezdve másabb az elkopás, tehát nyilván az egy költségesebb dolog. Tehát a következő ilyen téma, a pár évvel fiatalabb youtuber, fiatalember, aki pár évvel fiatalabb tőlem, ő azt állítja, hogy az Audi A8 pénztemető. Na most, ha az Audi A8 pénztemető lenne,
akkor ez már rég el lett vonatva. És ez még nem is egy komoly technika, mert ez négy sebességes automata, tehát a fogyasztásra is majd fogok beszélni. Úgyhogy ez megint egy olyan hülyeség, hogy az, hogy most valaki egy jó YouTube címet ad valaminek, vagy valamilyen videónak, ez gyakorlatilag egy marketing fogás, tehát ezt azt hiszi el, aki akarja, vagy aki naív, hozzáteszem. Aztán még ebbe a témába, hogy egy másik, amit én nem akarok elhinni, mert ilyen nincsen, főleg egy benzines Audinál, tehát 3 millió év valaki megvesz egy Audi A8-ot és 4 millió forintot költ rá, tehát ezt lehetetlennek tartom, mert hogyha most kiszámolom, hogy ez az Audi, ez 2005-ben, tehát majdnem 10 évesen, tehát 9 évesen, tehát jócskán 9 évesen vette meg, majdnem 10 évesen vette meg, és akkor 2 millió 350-ről akkutta le ugye 2 millióra, nyilván veszel egy használt autót, onnantól kezdve neked kell ugye átiratni, új forgalmi, új törzskönyv, akkor ugye a fenntartási biztosítás kötése, tehát ezeket mind bele kell számolni. Tehát én ezt nem akarom elhinni, tehát ez egy ilyen nagyon jó valaminek mondható, csak nem ér annyit az Audi. Tehát hogyha 3 millióé egy Audi A8 tulaj azt az autót 3 millió forintért hirdeti, arra te 4 millió forintot, még hogyha motort cserélsz, akkor se fogsz annyit költeni. Tehát ez alapból kezdjük ott, hogy mivel az A8-asok, az összes A8-as, meg összes S8-as nem rohad. Innentől kezdve én ezt biztos, hogy nem tartom reálisnak, tehát ez egy nagyon irreális, tehát ilyen nincsen, tehát akármilyen autós újságíró, meg akármilyen magyarországi ilyen televíziós műsor beszélt erről. A harmadik pedig ilyen dolog, amit fontosnak tartok, hogy mindenkit meg fogok nyugtatni. Nagyon sokan, én nem tudom, hogy honnan híresztelik ezt, hogy az Audik futómű betegek, mert minden autót karba kell tartani. És a magyar útviszonylatokhoz képest azt kell mondjam nektek, hogy ez az autóhoz elég 4-5 évente kicserélni az alumínium lengőkarokat. Akkor arról nem is beszélve, hogy nyilván gólyalábcsere, akkor a 4 darab rúgó a kocsiba, tehát itt erre a dologra értem, mint futómű. Aztán a fék az megint egy olyan dolog, hogy ezen a kocsin, ezen gyárilag elől két dugattyús féknyereg van, hát nyilván a teljesítményhez képest ugye találják ki a kocsiknak, hogy mi az, ami kell rá, hátul pedig egy dugattyús a féknyereg. Aki egy kicsit komolyabb féket akar a kocsira rakatni, arra is van lehetőség, utána kell járni sok mindennek. Tehát ez a, hogy ki mit mondott, tehát ez nekem ilyen ideális dolog megint csak az előző témához kapcsolódóan. A másik ilyen dolog, hogy a negyedik, akkor meg szeretnék egy kicsit most fényderíteni arra, hogy miért az Audi A8 lett megvásárolva. Miért nem a E38-as BMW és a V140-es Merci? Amikor meg lett vásárolva, akkor a V140-es S500-as Merci, az is ugye négysebességes volt, annak a fogyasztása jóval kedvezőbb volt, hát nem olyan sok az mondjuk az a 1-2 liter, de mondjuk akkor fogalmazzunk így, hogy kedvezőbb volt a fogyasztása, igen ám, csak az az S500-as Merci, az nem összkerekes, hanem csak hátsó kerékhajtású. Aztán volt az E38-as BMW, ami többet evett, mint az az Audi, és az is ugye az volt, hogy nem volt ebbe, ugye a Mercedes az erősebb volt, azt hiszem 20 lóerővel, a BMW az meg 286 volt, az 740-es, és abból nem éppen lehetett olyat venni, ami akkor legalábbis olyan lett volna, hogy azt vette volna meg, vagy úgy gondolta volna, és akkor ezt így leszűkítve, akkor már csak az Audi maradt. Aztán azt kell, hogy mondjam nektek, hogy utólag nem bánta meg. Nyilván a Mercedesnek a dolgai, tehát azok drágábbak lennének,
a BMW-hez se lenne egy egyszerű, csak azt vette figyelembe, hogy az Opelhoz képest ő már nem akar egy olyan kocsit. Ugye volt ő neki régen Fiat 500-as, aztán 1003-as Zsiguli, 1005-ös Zsiguli, aztán ugye az Opel Rekord, utána volt az a három és fél év hülyeséget nem akarok mondani, amikor alapból a munkahelye olyan volt, hogy volt céges autó, és nem akart egyáltalán kocsit venni, addig nyilván gyűjtögetett, meg nézelődött, és egész egyszerűen ő azt mondta, hogy ő hálát adott az Istennek, hogy ezt a kocsit vette meg. Nyilván ugye ma, ahogy mondtam, kavicsnyomos volt a szélvédő, meg volt egy-két kisebb baja, nem működött előle a lámpamosó, mert néha úgy van, hogy nem olyan, mint a Mercinél, hogy van egy ablaktőlő, hanem ugye ez így kijön, ráspiccelje a lámpára, és akkor lemegy. Tehát ilyen apró dolgok voltak, és hát meg nyilván így állt a kocsi, aztán erre mondták azt, hogy biztos aranyat szállítottak vele, mert így lógott, tehát így fölfelé állt a kocsi, hát azt is meg lehetett csinálni, és akkor most már normálisan párhuzamos a futóműve. Egyébként nem Audi A8 futóműve volt, hanem Audi S8 futóműve. Kiderült, hogy azért ennyire kényelmes a kocsi, mert ez sok mindent után. Aztán 2010-ben történt egy olyan dolog a kocsival, hogy hát apám az nagyon ajánlottak volt egy másik megyébe egy illető, aki kimondottan automata váltó karbantartását, szervizelését, és így kimondottan időzőjelben Lamborghini meg Ferrari-kat vállal az ember, fú, ilyen, olyan, amolyan, akkor kért apám egy időpontot, elment az emberhez, és képzeljétek el, hogy na most, amikor egy ilyen történik egy autótulajdonossal, akkor elgondolkozik, hogy érdemes ezt a kocsit megtartani, vagy feladja. Tehát ez a két lehetőség van, és nem adta föl. Képzeljétek el, hogy megbízta apám, hogy legyen szíves cserélje ki az automata váltóba az olajat, és mérje föl, hogy esetleg ami kopó alkatrész egy másik időpontba, akkor azt ugye megfizetné, meg akkor nyilván akkor ezeket a dolgokat, hogy új, tehát hogy föl legyen az automata váltó olaj, tehát újítva, mert nyilván egy használt autóról beszélünk, és képzeljétek el, hogy ez megtörtént 2006-ban ez a dolog, azt hiszem így pont ilyen télen, vagy talán már tavasz volt, és képzeljétek el, hogy egyszer csak még az volt a szerencse az Audival, hogy nem autópályán adta meg az automata váltó magát, hanem városba. És az volt a szerencse, hogy az egyes meg a rükkverc az működött, de hát lehetett érezni, hogy szorul. És képzeljétek el, hogy szétszedtük, mivel mondtam, hogy tehát én ezt a kocsit ezt segítettem szerelni, és nem egyszer segítettem neki, mert azért ez nem egy 120-as Skoda, meg nem egy Lada, hogy fogod, és akkor kell hozzá egy 10-es kulcs, meg egy kalapács, vagy bármi ilyen, tehát nem egy egyszerű dolog, meg nem is úgy halad, tehát a felületénél fogva két emberes, korrigálni kell, itt vannak szervizrészek, hogy mit, hogy kell állítani, vezéléseket, ilyesmi, és képzeljétek el, hogy én nem is láttam ilyet, ugye ebbe a 4HP 24 as, tehát ez egy Zetec váltó, ami gyárilag volt benne, és képzeljétek el, hogy így a differenciál zára, hogy baloldalt volt, és tehát a motor között, ahogy van a tök meg a lentkerék, képzeljétek el, hogy teli volt gyakorlatilag gépzsíranyomba. És hol? Tehát még tehát hogy nem olajat rakott bele, képzeljétek el, hanem kise cserélje, tehát látszik az automata váltó olajon, hogy most az egy zöld vagy egy sárga automata váltó olaj, ami vadonatúj, hanem vagy látszik az, hogy egy olyan fekete löty, mint a motorolaj, hogy látszik az, hogy az nem volt megcsinálva. És képzeljétek el, hogy szétszedtük, és egy ilyen nagyon undorító módon, hát gyakorlatilag egy ilyen fél egy kiló gépzsír lett belerakva. Tehát olyan szinten
megbízhatatlan volt az ember, na és akkor apám fogadott egy ügyvédet, egy rendkívül gálás úriember volt az ügyvéd, és elmondta, hogy mit lehet csinálni, és akkor azt mondta apám, hogy akkor köszönjük szépen, de ebbe az autószerelő, meg autóvillanyász, meg ezekbe a nagy dolgokból nem kér. Nyilván ő neki komoly évei vannak az épület villamosságtanban, tehát máshogy ért, mert nagyon sok mindenhez ért ahhoz képest. És akkor azt mondta, hogy annak idején is, amikor ő magának csinálta meg az Opelt, meg stb., akkor az olyan is volt. És azóta nem nagyon. Nyilván egy-két esetben ugye olyan, hogy kell, de hogyha lehet, tehát ilyen minimális dolgokat, amint a kocsin kell, tehát nyilván amit nem a törvény ér elő, motorcsere, ugye ilyenek ott már az egy másik kategória, de nyilván itt a vezélések, meg a karbantartás, szervizelés, tehát ilyenekre gondolok, azt a részét azt mondta, hogy nem, mert ő neki ez nem hiányzik. Tehát ő neki azt mondta, hogy ő nem akar új A8-as, meg nem akar ilyet, meg olyat. Ő úgy gondolja, hogy akkor így fogalmazott, hogy az autó élete végéig kiszolgálja. Na most nyilván abba is azért bele lehet menni, hogy nyilván aki úgy érvel, hogy hát igen ám, de a Volkswagen márka csoportnak ott a Bentley, vagy a BMW-nek a Rolls-Royce, vagy a Mercedes-Benz-nek a Maybach. Igen, nem csak az egy 100 millió forintos tétel, meg a másik dolog, hogy aki egy olyan autót megvásárol, az már nem autót vesz, hanem de egy darabka történelmet. Úgyhogy innentől kezdve az egy másik részre. Amit meg még szeretnék megemlíteni, hogy 2006-ban pesti rokonok volt egy céges autó, úgy kapták, nyilván meg volt adva, hogy mennyit mehetnek vele egy hónapba. Na most akkor 2006-ban itt mutatom a fotón, ez a vadonatúj Audi A6, ez egy 3 literes TDI Quattro volt. Én azt kell mondjam nektek, ültem 3 literes A6-ba, ebbe a C6-osba, akkor ültem Touaregbe, Skoda Superb-be, újabbba, tehát 2014-esbe, akkor ültem egy 2020-asba, és azt kell mondjam nektek, hogy illetve bocsánat, 2019-es Superb-be, hogy ezek a dízelek szerintem egy taxisnak lehet, hogy egy valamilyen szinten ez így kifizetődő, de egy magánszemélynek teszed, tehát ez az én véleményem, hogy egy dízel autót nem egy olyan egyszerű szervizelni se, meg fönntartani se. És na most ebben az automata váltóval, mert nagyon sokan az autós újságírók azt elfelejtik elmondani, és erre is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy igen ám, csak most, hogyha azt az A6-os nézem, hogy oké, hogy az már sportautomata volt, meg hadsebességes, csak azt azért nem kell elfelejteni, hogy azt a hatodikat, azt városba egy hadsebességes nem fogja fölváltani. A hétsebességes Superb-be, amiben ültem, az egy 130 lóerős, vagy bocsánat, 170 lóerős Superb volt, az egy 2 literes PDTDI, az 7 sebességes DSG volt, és városban a 6-7-et nem váltotta föl. Országúton a 6-at fölváltotta, vagy fölváltotta, autópályán váltotta föl csak a 7. fokozatot. Tehát D-be nem tudsz egy olyat csinálni egy automata váltónál, mint egy manuális kocsinál, hogy 5-6 sebesség, és akkor ha viszonylag olyan, akkor kihagyod a többi fokozatot, és akkor berakod. Azért automata váltónál érzékelő, hogy mi az a fordulat, tehát ott azért szabályozva vannak jobban dolgok. És ebben azt akarom mondani, hogy igen ám, mondjuk ez az Audi, ez 4 sebességes, tehát hogy az újabb A8-as, az mondjuk 6 sebességes. Most a legújabb meg ugye ott tartanak, hogy 8 sebességes DSG-kről, vagy 8 sebességes Tiptronic-ról beszélünk. Na most igen ám, csak a 6-7-et, meg a 8-at városban nem fogja fölváltani. Ahogy mondom, országúton a 6-7-et azt lehet, hogy fölváltja, de autópályán fogja csak a 8. fokozatot D-be fölváltani, úgyhogy ez megint olyan dolog, hogy ezt is azért elfelejtik a kedves autós újságírók, hogy annyit viszont a fogyasztásról, hogy a Mercedes-Benz, tehát a V140-es Merci volt,
És még pillanatnyilag visszatérve erre a dologra, tehát én ezeket a dízeleket nem tartom egy olyan dolognak, hogyha valaki ennyi pénzt kicsenget, akkor kapjon egy minőségi autót a pénzért, tehát én nem tartom annak, úgyhogy ez lehet, hogy egy céges autóként nagyon jó, hogy ez így el van számolva, de így, hogy magánszemélyként megvesz egy ilyet teli hiba lehetőséggel, és felesleges, tehát aztán ugye amiről még szeretnék beszélni, hogy az Audi A8-ból, aki úgy gondolkozik, hogy nem egy pár évre szeretne autót venni, hanem mint mondjuk apám, hogy egy családi autót szeretne venni, ami azért jó pár évet kiszolgál, annak a 4.2 V8-at vagy a 6 literes dupla V12, csak ezt a kettőt ajánlom. Ugye nyilván az S8-asok azok olyanok, hogy hát ugye ott csak benzines, meg nyilván egyféle motorra lehetett ugye kapni. Nyilván ott az egy másabb kategória, tehát nyilván tisztában kell lenni abban, hogy annak más a szervizelése, meg máshogy vannak a dolgai, de egyébként jó dolgai vannak annak, tehát nincs ebben semmi. Én nekem tetszik, ültem olyanba is, én nekem nem. Azt kell mondjam nektek, hogy... Na és visszatérve még, amit szeretnék elmondani, hogy tehát aki A8-asba gondolkozik, az ne vegyen dízelt, én azt mondom, mert ami annak idején ez a 2 TDI, ez nem egy jó sikerült, aztán a 3-3 TDI V8 volt ebből, hát az is egy olyan, hogy azt fönntartani, meg stb. Tehát meg az, az igazság, tudjátok, hogy a dízel kocsikhoz drágább az alkatrész. Tehát itt lehet a fogyasztásról beszélni. Annak idején volt én nekem egy olyan munkahelyem, hogy az illető azt mondta, hogy hozzáteszem, autópálya út ellenőrzésnél dolgozott, és egy céges Octavia vagy Skoda Rapid volt, most hülyeséget nem akarok mondani, és elmondta, hogy igazából az a különbség a dízel meg a benzines között, hogy kilométerenként 10 forinttal olcsóba jön ki a dízel. Na most én ezt mind megértem, csak amikor van egy olyan vezérlés, meg egy olyan dolog, hogy te abban nyitsz, hogy több százezer forintot költesz a kocsira, akkor nem biztos, hogy ez egy jó dolog. Mert ehhez meg mondjuk veszel egy 150-200 ezer forintért egy bontott, használt motort, azt fölüljutod, és akkor még azt mondod, hogy működőképes. De az, hogy 600 000-től kezdődjön egy dízel, annak akár milyen motor, ilyen kisebb motorról beszélünk, annak a fölüljítása, meg minden, az nem egy egyszerű. Tehát én azt mondom, hogy így, hogy olyan évi, hát mennyit lehet? Évi 20-25-30 ezer, attól függ, hogy mennyit megyünk vele, de annyit biztos, hogy belerak a kocsiba, és ezek a futómű dolgok is mondom olyanok, hogy 4-5 évente elég kicserélni ezeket az alkatrészeket, tehát na, hát meg a másik dolog, hogy akkor lett még teli a töke az egésze, amikor kiderült, hogy az autószerelő pont a futómű dolgokkal csumákolt, hogy nézi, meg lett véve a lengőkar, és nem volt jó. Hát azért nem volt jó, mert be se épített az autószerelő, meg nem volt normálisan beállítva. Tehát főleg úgy, hogy ez az ő szakterületük. Tehát innentől kezdve adjuk ezt az egészet. Én nagyon sok szaremberrel találkoztam. Úgyhogy aki A8-asba gondolkozik, az a 4.2 V8 vagy a 6 literes. Nyilván fogyasztás, de egyébként azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy ebben még nincsen olyan extra, tehát ebben szervokormány van, ABS, ugye ez egy 4.2 V8 Quattro Tiptronic, 4 sebességes, ez 15 literre el van városban, tehát hogyha te nem nyomod neki a gázpedált, 15 liter benzin, egy állandó összkerékhajtásról beszélünk, el van. És például klímánál, tehát hosszú távra, hogyha sokat mész, akkor megbízható, tehát ez A-ból B-be el fog vinni, tehát abban részében nincsen baj. Amire viszont büszke vagyok, még ezt szeretném elmesélni, és ezt fontosnak tartom. Hát ez a kocsi, ez képzeljétek el, hogy egy Semperit téli gumival, ugye mindig ki volt, hát olyan szeptember végén vagy október elején már fölrakadta a téli gumit,
és olyan április elején vagy április közepén lett a nyári föltetve, mindig így változó volt az akkori időjárás, de amire különösen szép, hogy a téli gumi, ugye mindig a 4 darab kerék ki lett centríroztatva, a gumis fölrakta normálisan, és képzeljétek el, hogy 11 évet bírt ez az Audi, avval a 225, 55, azt hiszem is R16, mert az acélfelni volt, az nem alufelni volt a nyári, hanem a téri az azt hiszem 16-os acélfelni volt, és nagyon sokat elbírt ez a kocsi vele, tehát 11 év, és a Quattro annyira intelligens, hogy valamilyen szinten azt is azért, aki autót vesz, szerintem figyelembe veszi, hogy azért ezek a Michelin, Avon, hát még van még Continental esetleg, amilyen nagyobb gumigyártó, hogy ezek mostanra már nem olyan olcsók, ezek a gumitermékek, ja. És azt elmondanám, hogy ugye ennek a quattrohajtásnak, tehát ebbe az A8-asban még olyan quattrohajtás volt, hogyha fölfelé mész a dombon, akkor hátul 60%, elő 40%, ha pedig lefelé mész a lejtőn, akkor elő 60%, hátul 40%, tehát ugye ebben még úgy osztatta szét a teljesítményt, és mondom, 11 évet bírt abban a szemperi téli gumikkal, úgyhogy az egy szép dolog volt ennél a kocsinál. Tehát azt akarom mondani, hogy azért az se hátrány, hogy neked az autód mennyire kíméri a gumit. Mert ezt még fontosnak tartom, ez 2007-ben vagy 2008-ban járunk időben, és volt egy, apám elvitte gumishoz, és akkor volt egy öreg úr, egy V10-es turbo diesel Volkswagen Phaeton, és akkor nézegették apámmal, hogy ott beszélgetett ebbe az autó tulajdonosa, és akkor nézték, hogy egy nagyon picivel volt nagyobb a Volkswagen Phaeton ennél az Audinál, de ugye ez a D2-esnek a bőrét levetette, és akkor ugye a Volkswagen arra a Volkswagen Phaetonra rakta le ennek az előző A8-S8-nak a kaszni forma terve lett ugye a Volkswagen Phaeton, egy nagyon picit módosítva ezt kapta meg. És képzeljétek el, hogy volt egy régi Dodge Viper, tehát nem az SLT-10, hanem a régi 8 literes V10-es Dodge Viperről beszélünk, hát természetesen német rendszával, mivel más. És akkor kérdezte apám, hogy mégis mennyit bír egy ilyen, de egyébként magyar volt a faszi, és kérdezte a Dodge Viper tulajdonost, hogy mennyit bír egy ilyen gumi. Na most ilyen 265 vagy 275 méretben nem akarok hülyeséget mondani, ugye az hátsó kerekes volt. Azért képzeljétek el, hogy apám az így lehidalt, amikor mondta, hogy ekkora gumi méretben 3 hónapot bír a Dodge Viperön a gumi. Hát mondom, az szép. Na most egy akkora méretben azt így a mai 2021-ben megvásárolni nem is egy egyszerű. De gondolj bele, hogy azért 3 hónapig tart egy gumi egy ilyenen. Jó, nyilván ebbe gondolom bele van az, hogy tehát nyomja is neki, meg a magas, tehát magas kilométer per óránál máshogy kopik a gumi, de az biztos, hogy azért ezt is azért bele kell számolni. Tehát meg hát az E38-as BMW akkor többet evett, tehát hiába az csak átcsokerekes volt, többet evett. Az S-Mercit meg nem akart, mert ahhoz olyan alkatrészek lettek volna, hogy nem is egy egyszerű, megint csak meg mondom, tehát akkor úgy döntött, hogy akkor az Audi, és akkor, hát meg akkor abban az időben az volt a legsportosabb, most már ez nem biztos, hogy ez így van, de elegáns autó is volt, meg máshogy voltak a dolgai, tehát azért ezek is olyan fontos dolgok szerintem. De egyébként mondom, nincsen vele semmi, tehát ha meg pénztemető lenne, akkor nyilván rég megvált volna az autótól, tehát ez megint egy olyan dolog, hogy kinek mi, tehát kinek, ez olyan, hogy ízlések és pofonok. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy engem ez a kocsi téma egyelőre nem foglalkoztat, mert nekem most sokkal fontosabb más, meg arról nem is beszélve, hogyha én nem ben, tehát hogyha én mondjuk autót vennék, akkor ettől valami másabbat vennék, tehát másabb kategóriát vennék,
Ez meg olyan, hogy most megint, hogy mi mennyit eszik, tehát mondom, most mihez képest. Tehát egy 1500-es lada mondjuk, ami jó be van állítva, 8,5-9 liter teszik benzinből, most egy A8-as, ami meg 3-szor, vagy ugye mondjuk legyen 75 lóerő, most az beszorozott, hogy egy 4-szer erősebb valami, az meg 6 literre, vagy legyen 7 literre többet teszik, tehát ez megint olyan, hogy mi az a pénzösszeg, amit szeretnél rászállni egy kocsira, aztán az adózás, meg az ilyenek, majd illetve átiratás, hogy akkor mennyi volt, ezeket a költségeket le fogom írni, és akkor mindenki eldönti, hogy akar egy ilyen autótípust vásárolni, vagy nem. Remélem ez a videó, ez segítség volt annak, aki esetleg a beányozva gondolkozik. Ennyit szerettem volna a mai videóba, sziasztok!